Sziasztok! Ez a rövid kis videó ennek a kb. 350-400 kg súlyú Big Bag zsáknak a leemeléséről szól. Arról, hogy hogyan sikerült ezt targonca és bármi képi segítség nélkül leemelnünk. Magára az utánfutóra egy targonca tette föl, és azt nem sejtettük, hogy ilyen nagy tömege lesz. Sajnos a két videó állásból készült felvételből csak az egyik maradt meg. Megint szerencsétlenkedik az egyik SD kártyám, így elveszett a Másik kamera felvétele. Így hát magáról a műveletről csak egy rövid bejátszást tudok nektek mutatni, az sem egy túl jó szögből. A lényeg, hogy ide a zsáknak a középső vonalába tettem föl egy ilyen spanifert. Legalább ilyen méretűt használjatok, hogyha ilyen tömegeket szeretnétek megmozgatni, hiszen arányban kell lennie ennek a spaniferünknek, ezzel a tömeggel, amit meg fogunk mozdítani vele, és nagyon nagy erőhatások vannak, főleg amikor meg kell mozdítanunk a zsákot. Na most ez a zsák, amikor az utánfutón volt, ugye volt alatta egy gumilap is, először az volt a cél, hogy ne szakadjon ki az alja, hogy gumilappal együtt mozdítsuk meg, ez látható egyébként az első felvételen, tehát az első részén a felvételnek, majd utána pedig, mikor már a feléig billentettük így, a fához volt kikötözve Spaniferrel a Big Bag, és az autó húzta ki az utánfutó alul, tehát az autó erejét használtuk ahhoz, hogy ezt idáig lebillentsük, és onnantól kezdve már meg tudtuk kézi erővel is mozdítani ezt a Big bag és úgy húztuk le, amikor már a feléig le volt billenve, úgy mond az utánfutóról. Ezt nagyobb tömegű Big bang már nem tudtuk volna megcsinálni, de ez még alkalmas volt rá ez a megoldás. Tehát nektek is azt javaslom, hogy ha ide a középvonalba kötitek a spanifert az utánfutón, akkor ugyanabban a magasságba kössétek a fához is, és egy, egy kellő vastagságú fát választatok. Én azért is tettem le ide, mert itt volt ilyen fa. Na, ezt csak azért osztottam meg veletek, mert egy, egy ilyen egyszerű spanifer segítségével és a saját autónk segítségével egy ekkora tömegű ilyen zsákot is le tudunk szépen húzatni az autóról mindenféle segítség nélkül remélem hasznos ötlettel szolgálhattam nektek és ha legközelebb ti is ilyenbe botlotok akkor már tudjátok a megoldást ez egyfajta megoldás arra is gondoltam egyébként hogy egy láncos emelővel leemeljük azután futó utána visszasülyeztük de akkor kellett volna két állványt hoznom ide, ami van és arra keresztbe fektetni egy rudat és azzal leemelni majd ide visszahelyezni, ez lett volna a másik ötletem és a másik megoldás, de ez sokkal egyszerűbb volt és gyorsabb is. Köszönöm szépen, hogy most is velem tartottatok. Legyen szép napotok. Sziasztok.